Üdvözlünk benneteket a Sávval Szemben legújabb adásában. Ez nem más, mint a fergeteges Basic. Basic. És hogyha combi ül mellettem, hát akkor mindig valamilyen nagy megmondásnak kell lennie. Na combikám, szerénytelenül mondd el, milyen érzés, hogy hát azért nem volt szerénytelen az előző videó, nem? Hú, hát nagyon meglepett, és ezúton is szeretném mondani azt, hogy bárki, aki bizonyos ideig is megtekintette, vagy szánt rá az idejéből, lájkával is támogatta. Nagyon-nagyon szépen köszönjük, nagyon-nagyon jó visszaigazolás. De ez a lájkjával, ez olyan, mint valami kutyanév, nem? Ja, valami lájkával. Igen, lájkával is. Lajka kutya is lájkolta. Hát ilyen ez, amikor az emberre rászakad a Nemzeti Bank, nem? Tehát ez a YouTube siker. Hova juthatunk el? Ez még csak a kezdet. Nyilván, hogyha Basic, akkor mindig közélet, meg kis bulvár, és hát ugyanazon tematika szerint fogunk most is haladni, mert hát, hogyha egyszer egy szekér meglódul, arra föl kell pattanni. Vagy ahogy tartja a mondás, amíg forró az a bizonyos vas, addig-addig csapkodni kell, szóval. Igen, fejni kell a tehenet, nincs mit tenni. Úgyhogy kanyarodjunk rá az első témánkra, amely azért nem egy akkora újdonság, egy kicsit újrázás, úgyhogy szálljunk alá még mélyebbre, nem? Tehát, hogy az ember úgy érzi néha, hogy a Dante poklában nincsen lejjebb, de azért ez a Bese sztori, ez még azért tartogatott újabb és újabb rétegeket, úgyhogy én ezzel kezdeném. Hát, nos... Az elmúlt heti adásunkhoz képest azóta is voltak fejlemények az ügyben. Besetette, mondhatjuk ezt. Ugyanis drága jó atyánkról részben tőle, részben pedig másoktól is hangzottak el újabb fejlemények. A múlt héten azt mondta, bocsánat, nehezen tudom rögés nélkül felolvasni. Ezért Basic, tudod, hogy valaki írt a kedvenc kommentem. Egyik kedvenc kommentem, hogy jó a műsor szórakoztató, de nem innen szeretném az információkat gyűjteni. Ezt maximálisan megértem. Törekszünk a pontosságra hosszabb távon az. Nem, ez az egyszerű beugrószint, ablakzsiráv beugrószint, hogy tudsz-e olvasni, mert egyébként ezek a cikkek léteznek. Na, bocsánat. De most jelent meg a Telex, egyrészt a Telexnek született egy új összefoglalója, amiben felemlítik Bese atyának a korábbi nyilatkozatait is. Múlt hét szombaton kiadott egy közleményt, amiben azt írta, rászedtek, naivságomat kihasználták, és elveszítettem a józanítélő képességem. A vasárnap TikTok videóban pedig már arról beszélt, hogy ami vele történt, az nem a véletlen műve. Ugyanis ugyanezt magyarázta Bábel Balázs érseknek is, amikor augusztus 26-án bement hozzá. És a végén, a sajnálatos események után egy padon épp. Nekem ez nagyon-nagyon tetszik, mert tudod, amikor valaki ennyire komolyan veszi a hivatását, mert ugye azért benne van az, hogy szeresd a fele barátodat, de nincs benne, hogy mennyire, nem? Tehát, hogy itt... Szeretetnek sok formája van, igen, nem? Tehát, hogy itt arról volt szó, hogy benne túltengett a szeretet, mint egy ilyen végtelen áradás. És az történt, hogy rászedték, és felszabadították a gátlásait, és túl szerette. Tehát ezt így kell mondani, mert volt a Bájás Zsolton is, hallottam ezt a túl szerette, vagy orosszá szerette népét. Úgy érzem, hogy Bese atya is úgy volt vele, hogy feloldódott benne a gátlás, és azt mondta, hogy hát ha így kell szeretnem, ha itt így váratik el, tudod, ahogy mondják, hogy Rómában, vagy hogy van ez? Rómaiak? Hát ez ilyen, ez. Hát és amikor... pedig az ők, hogy az ókorban hogy visszavultak. De várjál, de amikor a Pornhubon jársz, akkor nincs mit tenni. Hát megkövetelte az etiket. Tudod, így olvasta a házirendet, cipőt vedd le, karkötőt hagyd fönn. Kamerát híresíts. Tudjuk-e olyan szögből venni, hogy nagyobbnak látszódjon, tudod? Elhatárolt. De abszolút ez a Basic elkezdődött. Igen, recsegbe indult a szekérrel, de hát ilyenek vagyunk, majd feszesre vágom az elejét. Azért fűtenek itt. Igen, nem probléma. Két leizzadt, meglett férfi ember hatalmas megmondásai, ez a Basic. Hát figyelj, múlt héten úgy is megkaptuk, hogy ez csak két meleg. Jó, oké, két meleg, de itt meleg is van. Na igen. És gyakorlatilag visszatérve azt magyarázta, tehát ezzel próbált volna védekezni, de hát ez, hogy is mondjam, ez körülbelül olyan, hogy én nem vagyok homoszexuális.
Én voltam már férfiakkal, de nem elégültem ki közben. Úgy akkor nem számíthatom. Igen, igen. Azt úgy nézik, ez még nem lépte át azt a határt. Nem? Vagy pedig az ahhoz hasonló, mint a Borát első részében, amikor szegény Washingtonban járt. És megismerkedett pár kedves úriember. Elmentünk a hotel szobába, ittunk, mint a kazakkalok. Birkóztunk, mint a kazakkalok. De várjál, de nekem az is nagy kedvencem, ez ahogy így elmondja ezt az egész történetet, hogy egy padon ébredt. Én azért láttam ezeket a padokat. Nem olyan könnyű rajta ébredni, mert van ez a hajléktalan gátló. Én igen, úgy hívom, biztos, hogy ismered. Lehet, hogy az nyomta az oldalát, hogy azt mondta, most már föl kell ébredni ebből a rémálomból, majd rászakadtam való. Hogy hú, az meg ez velem megtörtént. Hát milyen ez a Bese atya? Besetette, vagy hogy? Besetette. Na, de kicsit komolyan fordítva a szót. Volt igen. A Telex utána nyomozott a különböző körülményeknek, hogy egyetlen ez hogy derülhetett ki. Mindenki sejtett különböző teóriákat, hogy esetleg egy nagyobb egyházi átvilágítás és tisztulásnak lehet ez egyfajta folyamata. De arra jutottak, hogy valószínű, hogy nem erről van szó, hanem inkább szerelemféltés forgatott kockában. Ez egy olyan sztori, ami most jön, hogy amikor nekem Combi ezt elmondta, rendesen úgy éreztem, mint aki ezt hozzá baszták a Barátok közt teljes forgatókönyvét, mind a 10 000 részt, és így kicsit úgy, hogy van ez a Barta Zsolta? Úgyhogy öveket bekötni, Combi felolvassa, aki tudja értelmezni, az nem tudom, az iratkozom föl Hazafixre, vagy nem tudom. Nos, forrásaink szerint írja a Telex, Besének eltitkolt kapcsolata volt egy olyan férfival, akit még az egyik kormányhoz közeli újságnál ismert meg. Ez az illető, aki már jó ideje nem dolgozik a lapnál, úgy tekintett a kapcsolatukra, hogy Besével gyakorlatilag járnak, ezért is döbbent meg, amikor egy internetre került videóban felismerte a partnerét, mégpedig ő is a karkötője alapján. Erre egyébként a keddesti posztjában Bajer Zsolt is utalást tett. Várjatok, itt meg kell állni. Így el tudom képzelni azt az intim helyzetet, és ezt ordinári lesz, de ez van. Muszáj elmondjam nektek, hogy nézegette a fütyülőt, hogy úgy mondjam, mondta, hogy valahonnan dereng a dorong, hogy a dorong, majd utána azt mondta, hogy a bizonyító ereje az a Teburon rendelt karperec. Ott volt biztos. Volt valami hasonló sztár énekes Magyarországon, azt hiszem az órájával bukott le. Hát ilyen, nem, hogyha ilyen beszerepelsz az órádat, combikám, ja, persze. Várjál, mutass. Ja, várjatok, kis színes bulvár, még pluszban, hogy Combi elmondta nekem, hogy olyan órája van, hogyha rosszul van, kihívja a mentőt. Hogyha mozdulatlan. Ez közben annyi történt a múltkor, nem, hogy letetted itt kinn az asztalra, aztán a tech rámbaszta az ajtót, hogy mit csináltál vele. Botmixerrel nekiestem, bocsánat. Hogy mi következett ezután, írja a TEDx, arról két egymás részben különböző verziót is lehet hallani. Ugyanis, bocsánat, kicsit előre ugrottam, forrásaink szerint, igen, ahogy mondta, eltitkolt kapcsolata volt. Az egyik szerint Bese barátját annyira bántotta az, amit a videón látott, a pap idegen férfiakkal szexel, de szerintem ez már elég evidens, ezt tudja mindenki. Igen. Hogy az információkat másokkal megosztotta egyfajta ilyen bosszú keretében. Egy másik verzió szerint Bese barátjának egy női ismerőse osztotta meg másokkal az információt, mert féltékeny volt a papra, a videó pedig kapura jött neki. Mindkét esetben elmondható, hogy ha készült is Bese magánéleti titkairól bármiféle akta, ami állítólag a legfelsőbb kormányzati köröket is megjárta, akkor annak a forrása a pap közvetlen környezete lehetett. Tehát ez így. De ezt értelmez már nekünk halandó Lipsi Telex olvasónak, légy szíves, mert ugye én oda tartozom, hát ugye de ezt majd megkapjuk a kommentekbe. Én előre megyek a pofonért, tudod, arcon vágom magam, nem kell nekem Tűzoltó utca meg Ábrahám Róbert. Jaj, de milyen vagy. Na, nyomjad. Ez hogy van? Hogy kell ezt értelmezni? Hát, hogy kell ezt értelmezni? Hát, figyelj. Most így eléggé vír dolog, különösen a második verzióm. Én előbb hiszem el, legalábbis csak a saját feltevésem szerint, hogy itt tényleg egyfajta szerelemféltés lehetett, és hát úgy volt vele, hogy akkor elmész a picsába, és kitárom. De az meg még hajmenesztő, hogyha most ez a harmadik nő, aki most kire volt féltékeny volt a Besére, elvitte a csávómat, vagy aki nekem tetszett, ez hogy ez? Úristen, ez tényleg ilyen szappanopera, az ilyen
úristen, a Dallasban nem voltak ilyen csavarok. Nem. Ez tényleg ilyen csavarokkal, nem tudom, ez hullik ki a traktorból folyamatosan ezek a csavarok. Nem tudom, ezeket hol írják emberek, de vegyenek fel egy jobb forgatókönyvírót. Ez a Bese sztori, ez tényleg Black Mirror. Jó, oké, mi megpróbálunk ezekből nektek ilyen szórakoztató tartalmat legyártani, de valahol hajmeresztő ez az egész padon ébredtem, szerelemféltés, a karperecről ismerte föl a párját valami nő is bekeveredett ebbe. Hát erre nem tudok mit mondani, viszont van nálunk egy sokkal bölcsebb karakter az interneten. Úgy érzem, hogy lehet mondani azt, hogy vannak ilyen igazodási pontok a kulturális térben. Meghatározó szakrális vezetők. Így van, tehát olyanok, akik úgy forgatják a tollat, ahogyan mi sosem fogjuk tudni, akik tényleg verbálisan nagy ágyuk. Bájer Zsolt is hozzáfűzött ezt meg azt. Én egyébként rettegek Bájer Zsolttól, tehát én előre is mondom Zsoltnak, hogy bármit megtehet velem. Én előre befekszem a kádba és darabolom magam. Mehet. Itt a Svájcban tették. Így van. Az a jó, hogy megbeszéltük, hogy ez a téma nem lesz, de van. Nos, Facebook bejegyzésében írt, szemléztünk belőle pár gondolatot. Azt írta, hogy ez pedig szolgáljon tanúságul más, hogy a közösségi médiában szokás írni mostanában nerbuziknak is, ne legyenek illúzióitok. Bármikor feldobnak benneteket az ellenzéki homitársaitok, mert ők először ellenzékiek, és csak utána melegek. Arról pedig ne is ábrándozzatok, hogy ezt nem merik megtenni, mert ez bűncselekmény, és ebből balhé lesz. De itt azért álljunk meg egy pillanatra, és itt azért eléggé előveszi a amiért lehet szeretni is, meg őt is utálni, a kellemes ekézését. Álljunk meg egy pillanatra. Rászedtek a naivságomat, kihasználták, és elvesztettem a józanítélő képességem. Mondd, atya, ezt hogyan kell értelmezni? Ezt a rászedtek, meg kihasználták a naivságom részt? Kik szedtek rá? Kik használták ki a naivságodat? És hogyan? Semmi naivság a részemről, tényleg nem értem. Ugyanis az még ritkán fordul elő, és elég nehéz elképzelni, hogy este elindulsz az esti imára, aztán valakik útközben rászedtek, és hirtelen buzi orgián találtad magad. Egyébként bassza meg, a Bájer Zsolt rendesen jól ír. Tehát, nagyon sok mindent lehet mondani az űrgéről. Az lesz a sorsunk, mint a Dexter sorozatban, hogy majd egy ilyen lenájlonozott szobában ébredek zombival, és Bájer Zsolt kicsit tikkelve, félarccal azt fogja mondani, hogy itt van a vég, kedves barátaim. Úgyhogy én azért rettegek tőle egy picit, hogy így tudod, így rám szól, hogy nos, az európai értékek függvényében ezek az idióták, barmok, és így tudod, ott neked véget. Tehetségtelen, senki házi, Lipsi Bérencek. Bézik, úgynevezett bézik, én se tudnám magasabbra értékelni. Több Krúdi Gyulát kéne nekik olvasni. Ezeknek a személy kecik. És imádom ezt a hullámvasutat, hogy egyszerre tényleg jótól forgató, mert abszolút művelt, de egy olyan hullámvasút élményt ad, hogy közben tényleg az ilyen kocsmaszintű alázásokban is így vagy fel. Megértem, miért kedvelik, meg miért nézik őt. Hogy a legerősebb ütőkártyája a jobb oldalnak, az biztos. Tehát, hogyha ez egy ilyen videójáték lenne, ő lenne a legerősebb. Igen, Boss. Az biztos. Vagy előtte, aki a Final Boss-t védi, mert a játékokban van, hogy az az erősebb, nem? És a Bájer Zsolt az, amelyikre mindenki úgy gondol vissza, hogy úristen, hány éjszakám volt benne, hogy nyomogattam a joystick-et. Nagyon-nagyon-nagyon-nagyon vitriolos toll. Amúgy van még benne annyi, egyfajta empátiát is tanúsít amúgy a bejegyzésében, idézem újra, és bármennyire is haragszom rád, bármennyire nem akarlak sem mentegetni, sem felmenteni, azt gondolom, hogy te is csak egy ember vagy, akit megkísérted a gonosz ördög, és aki nem tudott ellenállni, hanem többszörösen elbukott. És még az is lehet, hogy skizofén vagy, atya. Nap a szent életű pap, és egyházfi, és Isten szolgája, éjjel a buzi orgiák hőse. Ebben az esetben is segítségre szorulsz, de ezt a segítséget ne tőlünk várd, mi csak imádkozni tudunk érted. Ha pedig mégis kiderül, hogy te magad készítetted azokat az ocsmány felvételeket, akkor atya, nincs többé miről beszélni veled. Imádkozni akkor is fogunk érted, de jó szóra egy hosszú ideig ne számíts. Utóirat. Jól esne végre egy jobboldali szexbotrány, ami arról szól, hogy egy felnőtt egészséges férfi megdugott egy felnőtt egészséges nőt, és mindketten akarták.
kommunikációs szempontból maga lenne a csoda. De nekem... Ez egy kurva vicces. Szegény már egy nosztalgiát érez a borkai ügyjárt. Igen. De nekem azt tetszik ebben a atya napközben teljes értékű egyházfi és éjjel, ahogy ő mondja, a buzi orgiák hőse, hogy egy kicsit egy ilyen Bruce Wayne, Batman érzés van Gotham City-ben, és innentől jön a mi teóriánk, a Gotham City Batman atya, és valójában a két arc megszületése, mert most figyeljetek, meghaltok a két arc. Ezt hallgassátok meg, mert lebénult Bájár Zsolt fél arca. Bizony. Tusványosan menet 8 órán át fújatta, ez egy jó szó, a klímát a legmagasabb fokozaton. Lebénult Bájár Zsolt fél arca, ez kormánypárti publicista a Hír TV Bájár Show vasárnapi adásában jelentette be, mint mondta, tusványosan menet 8 órán át fújatta az arcába a klímát a legmagasabb fokozaton, emiatt két nappal később beállt nála ez az állapot. Azt mondta, ezt a népnyelv arcideg zsábának nevezi, de állítása szerint nincs semmi agyi probléma, egyszerűen megfázott, és lebénult az arcmozgató idege, ez egy jó két hónap, mire rendbe jön, kezelik. Amúgy, nem akarok gúnyolódni, a jobbulást kívánunk, mert nem. Egyesekkel ellentétben mi nem feltétlenül akarunk mindenkit az emberi mi voltában megsemmisíteni, mint ahogy bizonyos, akár szóban forgó személyek is. Ezt pont néztem egy kommentfolyamat, a Mandinernek az egyik bejegyzése, imádom a legjobb kommentelők, tényleg a legszínvonalasabb kommenteket, különösen a Mandinernek a főoldalán találhatóak. Így többször írta az egyik szegény néni, hogy hát mennyi, milyen jó indulat van itt mindenkiben, bezzeg, annyi átkot szórnak a másikra, hogy aztán visszahullik rá, és aztán ott helyre tették, hogy hát persze néném, hogyne nem szép dolog viccelődni a másiknak a nyomorával, de azért valószínűleg Zsolti tett azért, hogy egyfajta ilyen ellenérzések legyenek vele szemben. Igen, pakoltak ők is arra az átkozott polcra, rájuk dűlt a fészer félig meddig, azt lehet mondani. Azért ez a két arc, nem? Tehát, hogy két arc, mert azért nem mindegy, mert te azért megfigyeltél valamit ezzel, hogy is hívták? Harvey Dent. De már csak egy ilyen kis érme hiányzik az ő kezéből, hogy a jobb vagy a bal oldalára esik. De ez a bénulás, ez melyik orcájának a felére esett? Ironikus módon, a bal oldala, Gábor, ez kurvára gyanús, ez annyira gyanús, ez nekem is, de bal oldala. Pont a bal oldala, de valószínű, hogy azért, mert ő azt mondta, hogy akinál a jobbra van, az leesik a térképről, úgy, mint a beséhez képest az erkölcsről a múltkor le lehetett zugni, ez a világ két pontja így ki van jelölve, és szerintem így egyszerűen a természetes kiválasztódás alapján azt mondta, hogy a bal oldalra semmi szükség, és szó szerint értelmezte az egész szervezetet. Én nagyon bírom a Bájár Show-t, mert tényleg én bírom ezt a csávót, ez van. Én a hajóágyusoknak is bírom a dumáját, mert a Kurz ezredes szerintem zseniális. Nagyon tehát szerettem azért a blog bejegyzéseit még annó a régebbi gyűlölt ellenségeink blog, az nem tudom, hogy elérhető-e még, viszont utána folytatták Bezzeg Nemzetek néven, könnyösen röhögtem magamat. Hogy kicsit legyen egy ilyen komolyabb arcféltekéje, hogy úgy mondjam ennek a műsornak, nem lesz. Tudod, adjunk arcot ennek a jelenség. Talán még nekem lebénul, tudod majd a jobb, neked a bal, azt így, talán, hogy egymást kitakarva kirakunk egy összeműtenek. Sziámi. Müller Cecília Sziámi. Face off. Jó, hát oké, ez azért arcon ütött, úgy mondjam. Tanulság, a légkondit nem axon, nem? Így van. Ezt mondtam. Plusz még tüdőgyulladást is lehet kapni tőle. Igen, tehát, hogy kicsit ezt a kújjaféle perceket érzem, ugye te részedről így. Tudod, amit írt a kommentő, hogy nem minden szerzem az ismereteimet, szerintem az ilyen életmód, egészségügy, erre se ajánlott a Bézi. De az álmos könyv szerint sem. 38 fokba kiszállni, hogy te 21-ben ültél 8 órán keresztül. Volt, aki megjegyezte amúgy, hogy ha vonattal utazott volna, akkor biztos, nem, akkor hogy nem fázott volna. Igen. Jó, mondjuk sose ért volna oda. De lemaradt volna az egész, de nem baj. Ja, Istenem.
Na, jó, szerintem mehetünk a következő hírünkre, hogyha benne vagy. Egy kicsit ilyen könnyedebb vizek következnek. Kis színes, képzeljétek. Belarus szerint a Pokémon Go egy precíz kémeszköz, írja az Index. A Belarus Védelmi Minisztérium ideológiai munkáért felelős főosztályvezetője szerint az egykoron népszerű, kiterjesztett valóságot használó telefonos játék célja titkos szolgálati információ szerzése volt. De mindennapi állítást tett amúgy Alexander Ivanov, a Védelmi Minisztérium ideológiai munkáért felelős főosztályvezetője, aki a Belarus közmédia egyik csatornáján adott interjújában azt állította, az egy évtizede népszerűnek számító telefonos játék a Pokémon Go egy nyugati kémeszköz. Azt mondja, hogy ezt Ivanov arra alapozta, hogy a játékban megszerezendő Pokémonok a katonai célokra használt 50. számú légibázis területén voltak nagy számban. Mi volt a Pokémon Go lényege, idézzük őt? Bekapcsolod a kamerát, és a kiterjesztett valóságban keresel valami ritka Pokémon, gyűjtöd őket. Mit gondol, hol volt akkoriban a legtöbb Pokémon? Az 50. légibázis területén, ahol a kifutópálya van, és ahol rengeteg katonai repülési felszerelés van. Ez mi, ha nem van titkos szolgálati információ? Na hát, nekem ez a konspiráció! Nekem ez a kedvencem. Mert mi tagadás? Nyilván mindenkinek vannak, tudod, ilyen vakfoltok. Gondolom, Combi, a te életedbe is beköszöntött a Pokémon Go, és van az ember, hogy így, mit tudom én, mondjuk nagyon rákattan a játékra, és hát van, hogy be kell törni a, nem tudom, így az arany raktárakba. Ja, fordom, YouTube. Így azt mondja, Combi így kinéz, az aranyrögök között kutat, maga mit csinált? Nem tudtam ellenállni Charizardnak. Gyere rám, Bulbasaur! Gyere rám, Bulbasaur! Vagy ahogy a South Parkban, tudod, a csimpokon, gyere cipő! Hogy azt mondja a Combi, hogy föltöri a zárat a szomszédban, hogy lófaszt akarom kirabolni, csak a Pikachuért jöttem. Ne vigy el a gyémánt fel, a gyémántjaimat. Az engem nem érdekel. Igen, ez amúgy valószínűleg egy algoritmusbeli hiba lehetett, ami egyszerűen csak pont új pozíció. Nem lehet, hogy egyszerűen azért volt ott egy idő után annyi, mert oda nem lehetett bejutni, és onnan nem lettek felszedve. Vagy lehet, hogy azt tűzte az algoritmus, nem annyira ismerjük amúgy a működését az alkalmazásnak, hogy ami lehet, hogy ritkábban látogatott, kevésbé forgalmasabb terület, oda tesztel. De el tudom képzelni, hogy ott tűnnek a Védelmi Minisztériumban, kim van az új iPhone, és akkor nézik, hogy Szergej, mire készülnek ezek a kapitalisták már megint? Vajon mi lehet a jelentés tartalma? Pont egy Snorlaxet tesznek az elnöki palotához, amúgy megjegyzem. Ebben tagja vagyok egy nagyobb csetbeszélgetésnek, és egyik csepeli ismerősöm írta, aki szintén pokémongózott, hogy a Snorlaxet, hogy aki nem ismeri a játékot, az egy ilyen nagy darab, kövérkés, lusta pokémon, aminek nagy fizikai ereje van, de állandóan zabál, és a fél napot elustálkodja, pont Német Szilárd házánál volt megéve. Csak hogy egy kis hazai vonatkozást is mondjam. És tudod, az volt, hogy befogtam a Snorlaxet, itt van nálam, és így Német Szilárd kinéz a nappaliba, hazavittem. Ja. Összekevertem. De figyelj, hallod, megbocsánat, hogyha azt mondod neki, hogy hoztam egy kiló birkoszemet, vagy pacalt, tudod, meg tudod főzni. De üldözni téged, így hátra dobod. Snorlax, téged választanak, és kidobod, és megjelenik ott Német Szilárd. Azt hiszem, ott megáll a téridő, ne? De lehet, hogy az én házamnál is lehet egy... Legyen kis egészséges önkritika. Nem, nem szerintem a miénknél valami szellemi fogyatékos Pokémon. Mr. Mime. Vagy Psyduck. Ja, nem értem, tesó, nem értem, tesó. Na jó, hát ehhez nincs mit hozzáfűzni, szerintem. Pokémon Go, nem? Pokémon Go. No, hát akkor szerintem spirituális vizek fognak következni. Ez mai hír, felolvasod? Hogyne, megjelent Shadow György a Facebookon, és olyat posztolt, hogy Brad Pitt is megirigyelni, írja az Index. Addig pár nap után függesztette fel Shadow György Facebook oldalát az üzemeltető, ám mostanra sikerült elérhetővé tennie. A végrehajtói kar egykori elnöke és az ország egyik legismertebb korrupciós perének vádlottja két nap felfüggesztés után visszatért a Facebookra, és olyat posztolt,
hogy ezt Brad Pitt és George Clooney is megirigyelni. Kedden derült ki, hogy Shadow Facebook és Instagram oldalt is készített, ahol magát a digitális tartalom készítőként apostrofálta többek között. Mondom, készülve arra, hogy valószínűleg akármi is lesz a perkimenete, a hivatásától 100%, hogy el lesz tiltva, úgyhogy a jogi világról át kell lovagolni más területekre hát is. Ott, ahol igazából innentől mondhatjuk azt, hogy kollega. Hát, tehát itt tartalomgyártó, szervusz Gyuri! Isten hozott a világunkba. Szóval azért a konkurencia az bővő rendesen. Meg lesz, nagy kihívót kapunk amúgy. De nem csak mi, mert figyeljétek még, mivel bővül a tárház. Akkor sejtelmes tarókártyás képeket osztott meg, majd az Indexnek elmondta, hogy ilyen és hasonló tartalmakra számíthatnak majd a követői, emellett szeretne hetente egyszer társadalmat érintő kérdéseket is pontszolgatni. Tényleg, Gyuri? Figyelj már, Gyuri! Esetleg mesélj már, hogy volt ez, miben is vádolnak? Miért is jársz te amúgy a volt államtitkár Völner Palival együtt? Miért jártok ti a bíróságra? Mert kíváncsi vagyok. Szerintem nagyon sok embert érdekelne, és de, lehet, hogy nem csak heti egy-egy poszt van. De nem, de ezt nem érted igazán. Itt látszik, hogy ez egy ilyen igazi szellemi metamorfózis, aminek mi így szem és fültanúi lehetünk. Mert ez egy spirituális tanítás egyben. Tehát ő, a Hanvas Béla, a Puzsér Robi féle metafizika, ő odaszállt be, mert ő az egy tarókártyát osztott meg. Ugye a Hanvas is ír ezeknek a kártyáknak a mélyebb jelentéstartalmáról, hát ő egyelőre még csak a fotókig jutott, de lehet, hogy a szellemi hátország még várat magára, amit majd mögé fog tenni. Hát ki tudja, lehet, hogy Vörös Sándor is azt fogja mondani, hogy újra föltámad, és kibassza a kukába az út a teljesség felé, mert azt mondja, hogy Sádő György, Gyuri végre megjött a digitális tartalomgyártó. Rám már nincs is szükség. Senkire. De szerintem tátongott egy nagy űr, amit ő így észrevett, és azt mondta, hogy én ezt betöltöm. Különösen ez a közélettel kapcsolatos okfejtései. Pontosan ő is egy ilyen szakavatott ember, nem? Akitől pont szeretném tudni, hogy hogyan működik. Hát megmondom, készülni kell a jövőre. Visszatérve amúgy a keddi után, hál' Istennek újra elérhetővé vált a Facebook oldala. Hála a jó égnek, mert hatalmas hiányom volt. És azt írta, miközben egy fotót posztolt, amin egy kávésbögrét tart a kezében és mosolyog. Ilyen széles mosolyog. Nézd meg, milyen becsületes ember. Hát, biztos kérnék tőle tanácsot, meg jogi védelmet. Azt, hogy újra itt vagyok a Facebookon, 2 nap felfüggesztés után. Vajon mi történhetett? Találgatni lehet. Nem akarok gegya lenni, de lehet, hogy van egy másik ugye, ami nem 2 nap felfüggesztette fog járni, mint a Fácieszen. Az valószínű. Nem a mi ügyünk ezt a részét megítélni, de azért, amikor... Ez a fajta spiri mosdatás, meg karakter ányalás, ugyanez volt például a párhuzamba állítható ez, amikor az Emri Hárnál volt kint az Echo TV 2018-ban és vagy 2017-ben, és akkor volt az, hogy nem sokkal a Dózsa György úton történt gázolása után, már akkor házi őrizetben volt, egy ilyen horgolt kardigánt adtak rá, és felvették, amint festeget a csávó, érted, a kigyúrt, szétkokszolt arcú, BMW-s, új gazdag, félbűnöző vállalkozó, ez a finom lélek. De én ezt annyira bírom, mikor a barbárok, tudod, így lemészárolnak egy falut, feldarabolják a csecsebőt, meg minden, majd utána azt mondják, hogy fú, valami... Igen, ott kéne magunkról valami jobb képet mutatni kifelé, nem tudom, építsünk kerítést. Nem ilyen ez, ahogyan ők elképzelik az erkölcsös embert? Te bazd meg, adj rá egy kardigánt és festegessen. Emlékszobrot avatnak az áldozatoknak az emlékükre. Pontosan. Hát, de ez az, amikor valakinek nincsen valójában hozzáférése a normális emberi működéshez, hanem tényleg így ilyen tákolt világokat tesz mögé, nem? Tehát borzasztóak ezek, ahogy utána lötyög rajtuk tényleg ez a kardigán. Hát ez ugyanaz a fajta képmutató farizeus viselkedésmód, mint ahogy hát a Bese esetében is láthattuk, hogy... De hogy szoktad mondani a Bese esetében, hogy ez mi? Szennyes magyarázkodás. Ez ugyanaz. De ez még rosszabb, mert ez még egy mismásolás is még ráadásul.
Mi se másolás. Ezt így kell mondani, mi se másolás. Bocs, Gergő. Ez van. Bocs, Gergő. Hát ti vagytok ilyen viszonyban, te így ezt mondhatod. Anyám, egyszer találkoztam vele. Szegény öcsém találkozott vele többször. Úristen, nem kívánom az ellenségemnek se. Egyébként van egy ilyen másik kis színes, tényleg igazi bulvár, mert a Blicknek a jóvoltából megtekinthető a kis videó, hogy... Már akkor címet elolvastam. Hazugságvizsgálóra kötöttük Ábrahám Róbertet, Puzsér Róbert nem vállalta. Hát ugye itt arról van szó, hogy van ez a, azt hiszem, No Secret Kft. No menest úmen. Igen, úgy voltak vele, hogy itt hazugságvizsgálat lesz, milyen Kft. Legyen, nincsenek titkok, No Secret ilyen. Elvégeztek rajta egy poligráfos vizsgálatot. Igen, amely alapján három kérdésre fényderült. Az elemzés szerint a fenti kérdésekre adott válaszok közben miért neurofizikai változások a vizsgált személy állításait a feltett kérdéseknél igazolták. És erről szeretném a te véleményedet megkérdezni. Elolvasom minden a kérdéseket, és akkor csak, hogy mi a benyomásod? Nem akarok itt értékítéletet mondani, hogy szerinted a No Secret Kft. És hát az amúgy, tényleg úgy gondolom, hogy az újságírás, tájékoztatás egyik csúcsa a Blick. Ezt azért mindketten mondhatjuk. Tehát, hogyha van zsinór mértéke a közben, a mérce, ahova mindenki szeretne. Nagyon jó tollú íróik vannak, ezt ugye én mondtam korábban, egyik kedvencem, hatalmas témákkal foglalkoznak, hogy így ez neked mit mond? Egyes, ököllel ütötte meg ön az arcán emlékezete szerint Puzsér Róbertet az önök közötti konfliktuskor, erre a válasz az, hogy nem. Kettes, tenyérrel ütötte meg ön az arcán emlékezete szerint Puzsér Róbertet az önök közötti konfliktuskor, erre válasz igen. Harmadik, jelen volt az emlékezete szerint Puzsér Róbert egy ismerőse is a konfliktusoknál, és erre is a válasz az, hogy igen. Elvileg ez most újra fogja értelmezni és gondolni ezt az egész ügyet. Te ezekről a kérdésekről, a No Secret Kft-ről, a Blickről, erről neked mi a benyomásod? Mert nekem ez olyan kb., mintha a Szent Péter... A Szent Péter dönti el, hogy na, a No Secret Kft. Meg a Blick, szerintem ez a No Secret és a Blicknek ez a koprodukciója, ez a fölött van, de nem akarlak befolyásolni. Hát kicsit biztos, hogy elfogulatlan, objektív, nem a megrendelő érdekeit, hanem abszolút a vizsgálat hitele szempontjai alapján kerültek ki. Én elfogadom. Figyelj, ne haragudj, ezen kettő hitelesítő pecsét van, mert az egyik az ugye a No Secret Kft., a másik meg a Blick. A Blick, na hát figyelj, ez kettő olyan megfelelt, hogy ezt rád nyomják, ilyen billoggal minden tehén a, nem tudom, a cowboyok mellett. És így most az, hogy el lehet mondani azt, hogy na, itt nem történt semmi konkrét. Hát ez csak túlspirázott. Nincs is semmi látnivaló gyakorlatilag. Kész. De nekem az ami itt furcsa, hogy az derül ki, hogy az emlékezetet szerint. Mert csak úgy egy személyest mondanék el, hogy nekem volt olyan itthon, hogy teljes mértékben úgy emlékeztem, hogy van itthon sajt, és Lina állította, hogy venni kell. Én meg elmentem a végletekig, hogy van kettő is, majd kiderült, hogy nulla van. De ha akkor engem a No Secret Kft. Ráköt a hazugságvizsgálóra, az jött volna, hogy az emlékezetem szerint így van. Igen, és már ez a kérdés is, hogy meg fogom fogalmazni, hogy így emlékszel? Mondom, így emlékszel? Ja, igen, így. De hogy nem tudom, hogy azt is... De hogy én azt nem értem, hogyha szarul emlékszem dolgokra, az attól miért lesz úgy? Amúgy. De én értem amúgy, na mindegy. Ez nagyon vicces. És állok elébe egy poligráfos vizsgálatnak. El tudom képzelni ilyen kérdéseknek. Van ön most jelenleg, ön hord jelenleg női fehér neműt? Izzadok, mint az állat. Nem. Kileg. Jó, ez csak így színes. Érdekelt erről a véleményed. Mehetünk tovább. Hát ez igazán tényleg rangos. A Blickhez méltó tartalom és komolyságú elemzéshez.
Hallod, nem, mindig imádom az a lap, hogy sose tudja alulmúlni, mindig alul tudja múlni magát. Nem, ez nem így van, én elhatárolódom tőled. Bocsánat, 90, rosszul fogalmaztam, mindig felül tudja 95 ezer, 95 ezer és még több feliratkozója van, most itt éppen, 9-13-án, fantasztikus ez a videó, és egy olyan gamer PC van a háttérben, aminek tökéletesek a fényei, majd nézzétek. Azt nem is látom. Néha elvonja a figyelmet Ábrahám Robertről. No, közben így azon gondolkozhatsz, hogy a Doom-ot elviszi. Igen, egy Doom Eternal az mehetne. Bár mondjuk a Doom Eternal megy itt másutt is, nem? Nemzetköz. Nemzet, kicsit átevezünk másfajta vizekre is, ugyanis most szerdán, legalábbis magyar idő szerint hajnalban tartották a második elnök jelölti vitát, most új szereplővel, Kamala Harris lépett be Joe Biden helyére. Hát ő jelentős intellektuális előrelépés az, hogy nem Ukrin Benedek vitázik. Nekem az... ide berakunk nektek egy képet. Igen, amúgy. Van egy szenzációs kép. Ami, hogyha azt kell mondani, hogy visszatérek meg én a Dumához, az ablakzsiráfba, a demens vénemberhez, szeretnék illusztrációt. Ukrin Benedek. Én ezt a képet választanám hozzá. Én nem, szerintem önmagában ez a baseball sapka bizonyos kor felett garancia a szellemi állapotok hiányára, hogy úgy mondjam, de amikor kettőt látsz, és így. Fú, de amúgy a gesztus még szép is lett volna, hogy úgymond, mert szeptember 11-én a megemlékezések után ment ki Biden, és vette fel ezt a piros sapkát, tehát az alapsapkájára vette fel még külön ezt a piros sapkát, és amúgy értem, hogy mit akart kihozni, de rendkívül komikus, de igen, tudod, nyújtasz egy békejobbot, és egy pofon lesz belőle. Reflex pofonnal élt. Jó, amúgy, na, ez még betudható, ez ilyen még jó pofa is amúgy alapvetően. Annál kevésbé, hogy is mondjam, inkább ilyen katasztrofa turizmus volt az egy vitának bizonyos részei. Objektíve elmondható, hogy hát Bidenhez képest Kamala, de valószínűleg itt most ez nem Kamalára nézve hízelgő, felkészültebb, talpra esettem, és összetettem mondatokat, és azokat képes befejezni is képes szereplő. De ne arra, hogy azért egy kicsit a Joe Bidenhez képest, hogyha vakon választasz, tudod, van az, amikor bekötik a szemedet, és akkor el kell találni azt a lovat, vagy ja, nem tudom. Ja, tudom, a pinyátát mondod. A pinyátát. Tehát, hogyha ilyen vakon ütsz bárkibe, így bele trafálsz, az azért a Biden fölött lesz, nem? De visszatérve a vitára, most összemérték erejüket. Voltak érdekes megjegyzések. Trump alapvetően továbbra is hangoztatta, hogy mennyire katasztrofális teljesítménye volt a demokratáknak. Sikerült Kamalának, Harrisnek becsologatnia őt az erdőbe, ugyanis Harris többek között kritizálta, hogy Trump a koronavírus járvány kezelte, és felemlegette az elnök volt elnök büntetőpereit, és hogy más országok vezetői szerint szégyen az, ahogy Trump viselkedik. Az alelnök a lengyel származású amerikaiaknak üzenve, azért egy kicsit jó retorika, azt is állította, hogy ha Trump lesz a következő elnök, hagyni fogja, hogy Vladimir Putyin lerohanja Lengyelországot. Trump erre bekapta a csalit, ahogy fogalmazom, 24.hu, és a kritikákra személyeskedéssel és téves információkkal válaszolt. Idézzük, Trump például azt állította valótlanul, hogy Ohio államban a bevándorlók elrabolják az ott élő kisállatait, kutyákat, macskákat. És azt megeszik, és megismételte azt is, hogy vannak olyan amerikai államok, ahol létezik a szülés utáni abortusz intézménye. Na várjatok! Ahogy hallgattam a vitát, félig meddig munka közben hallgattam, hogy közben készüljek az adásra is, de haladnom kellett a melómmal, és így akkor erre a mondatra felkaptam a fejet, hogy így mondjat rám, hogy they eat cats and dogs, man! They eat cats and dogs! És mi van ez most komolyan? De ne szórakozzunk már vele, egy átlagos ilyen otthoni botmixer, sokszor még a pürésített répát alig tudom vele még átnyomni, nem, hogy még a szomszéd Bernát hegyiét könyörgöm. Vagy milyen márka az, ami alkalmas. Hát a KitchenAid, vagy pedig az Ankarsum, azt mondom, hogy egy svéd márka. Azzal talán... Anyukám elégedett a konyhai robotgépeiben, szóval. De, és a szülés utáni abortusz intézménye, az így hol lehet? Ja, szó szerint azt mondta, hogy a 9. hónapban is végrehajtanak, nem is abortálást,
elpusztítás, eradication, tehát ez eltüntetés. De az hogy működik, hogy van egy ilyen tűzifára, vagy égeti való rossz gyermeked, és akkor azt mondod, hogy szeretném igénybe venni csak az abortus utáni. Az abortus, várj, hogy van ez, hülyeséget mondom. Erről volt egy South Park rész konkrétan, azt hiszem még talán a korai évadokban, vagy a második. Szülés utáni harmadik, abortus. Igen, vagy a harmadik, vagy a negyedik évad, Cartman mama, miután elege lett Erikből, elment különböző klinikákra, elment az egyik orvoshoz, és így magyarázta, hogy szeretnék abortuszt. Igen, és hanyadik hónapban van asszonyom? Hát már igazából 9,5 éve megszületett már. Hát az már lehet, hogy egy kicsit késő lenne. Úgy gondolja, hogy kérdezi. Félig meddig majdnem belemennének, mi esetünkben lenne. Anyáink összefognának, nem, hogy most már belég volt, elszabadult a basic. De van egy nagyon fontos pontja ennek a vitának, mert hát azért a mi kis országunk is meg lett említve, így hogyha más nem áttételes. Hát amúgy nem, kicsit kétes, de kiúszhatjuk magunkat, ugyanis a végén az elköszönő záróbeszédben Donald, vagyis a Trump, arról is beszélt, hogy milyen közeli kapcsolatot ápol Orbán Viktorra. Egyúttal a magyar miniszterelnökre, idézzük, az egyik leginkább tisztelt férfiként hivatkozott, valamint okosnak és erősnek nevezte őt, és továbbá méltatta azt, hogy világszerte elismerik őt, Kínában elismerik őt, Oroszországban elismerik őt, egész Európában elismerik őt. Így gyakorlatilag ilyen oda-vissza ható módon, ilyen mágikus módon akkor hivatkozott rá. Mert hogyha ő rám jót mondott, akkor abból biztos, hogy jó lesz. De ki, nem volt ez úgy annyira összehúzalozva, mint az ilyen nyomozós filmekben az a piros fonál, amivel tudod minden képet, így elkezdte így összekötni Trump, azt a végén így beleragadt a pókhálójába, ami fölött az Orbán, mint egy pók így megjelent. Nem akarok ordinári lenni. Nem, én sem, eszembe jött 4 éve. Én vagyok a pókhasú, maradjunk ennyibe. Az volt a kép, hogy a választási térkép, ott vannak az államok felosztva, és mindegyik állam narancsága, és 200 számmal az összes elektor Orbán Viktort választotta meg az Egyesült Államok elnökét. De már kezd valósággá válni. Tehát itt azért ne nevessünk ezen. Ma még csak hivatkozási... Az kell egy alkotmánymódosítás, mert hivatalosan az amerikai szabályok szerint állampolgárnak kell lenned. Ez is volt az, hogy szegény Schwarzi hiába álmodozott arról, hogy elnöki ambíciói lennek, amúgy biztos, hogy megválasztották volna Schwarzeneggert. Ezért lehetett csak maximum kormányzó, mert ő eredetileg osztrák állampolgárként született. Jó, oké, jó, hát akkor persze abba is maradhat a basic, én merek nagyot álmodni, te meg gyere a törvényekkel. Nem tudom, nekem ilyen vágyaim vannak, tudod, te akarsz egy új PlayStation-öt Pro-t, rohadt drága, én meg erre vágyok. Hát most érted? Tehát, hogy most nem tudom, üljek át a hajóágyúba, vagy mi legyen? Amúgy legyünk... Holmi törvények. Nekem ezek csak betűk. És szerintem a hit az áttöri a falakat. Ez van. Jogos, jogos. Még azért hozzátesszük, hogy teljesen... Szülés utáni abortusz. 9 óra. 9 éve, amit Cartman esetében. De amúgy legyünk, még azt azért tegyük hozzá, hogy azért Kamala is mondott egy-két túlzó dolgot, tehát például azt állította, hogy túlzásokba esve, hogy több mint egy billió dollár fordítottak a környezetvédelemre, ami azért hát nem teljesen így volt, különösen úgy, hogy az egy jelentős költségvetési hiány volt az Egyesült Államokban, és az sem volt igaz, amit Harris állított, hogy Trump alatt volt a legmagasabb a munkanélküliség, az 1929-es gazdasági válság óta, azt megérteni, azért egy Covid-féle válságot összehasonlítani azzal a világkrakkal van, azért eléggé erős. Azt el kell ismerni amúgy, hogy nem tartózkodott az ilyen woke szélsőségektől, egyértelműen ezt a centristább álláspontot képviseli. Hát kampány van, aztán majd látjuk, hogy mi lesz a későbbiekben, mert csak hogy tegyük tisztában, semmilyen fajta egyik szélsőséget sem preferáljuk, mint ahogy én a rozsdaövezet biblia szakkört látogatói és Tea Party embereitől is ugyanúgy heróton van, mint a kaliforniai gender fluid kampuszkomiszároktól, érted? Ez a kampuszkomiszár. Én erről mindig a krampuszkomiszár. Krampuszkomiszár. Én ezzel az agyi szinten tudok bejönni, mint egy Mikulás fasz. Krampuszkomiszár.
Moj mozi nagantól, meg vörös csillagos sípkával a fejétől. Krampus kóisz. De várjál, ott látok egy ilyet, csak azért mennyire improvizatív, gyere rám bézik. Van egy ilyen, hogy vonat gázolt el az amerikai hadsereg másfél millió dollárt érő lánctalpas az tarackiát. Igen. Az na, ennek igen. Nekem ez a tarack szó. Az, az egy ágyú típus, taracka. Szóval a Mortar-nek szokták. Fú, nem, mert a végén aztán az a harckocsi 1988 csatorna néző ide jön meg, és kioktatnak, hogy megint össze-vissza beszélnek, én kódolgatok, szocializálódott, soha nem volt sorskatona, A sorskatona azt így kihúzzák jeggyel, azt mondják, nem nyert, most ugrik. Ja, gyere rám, Vietnám. No scope kill. MLG. Na. Jó, de öreg vagyok. Eszeretlen. Iratkozzatok fel, nyomjátok be a csengőt, a tarackot meg. Na mindegy, hagyjuk is. Vannak még azért a tarsolyunkban hírek, hiszen az egyik kedvencem fog most következni, hiszen... Nos, zenéli út játsza immár a 21-es főúton az ismerős arcok dalát. Az 550 méter hosszú szakasz a 21-es főút 60-ból Lőrinc felé vezető oldalán épült. A zenéli út összeköti a felvidéki magyarságot a határon inneni magyarokkal, mert az összetartozás dalát játsza, írja a Hegyesvár megyei hírportálnak a megyei lapnak az oldala. Csütörtökön adták át Magyarország harmadik zenélő útját, a 21-es főutat. A mintegy 550 méteres szakaszon 80 kilométeres óránkénti sebességgel haladva az ismerős arcok zenekar nélküle című dalának egy részlete csendül fel ezen túl. Na, és nagyon fontos itt megjegyeznem, újságírásban létezik az, hogy repetitív verzió. Én ezt a cikket ajánlom, mert olvassátok el, mindenhol ugyanez van leírva, vagy hatszor. Ez olyan, mintha a ChatGPT írta volna ezt a cikket, de tényleg. Mert ennek ennyi a lényege, hogy az ismerős arcoktól meg lehet hallgatni ezen a zenélő úton a művet. Na most, hogyha ebben a cikkben valaki, ami egyébként most én itt közben görgetem, és real time, amíg beszélek, most értem az aljára, de több információ... Kurva hosszú. De én aránytalanul hosszú. A Trump Kamala Vitáról nincs ennyi, nem? Tehát, tényleg az fele ilyen hosszú volt. Negyed ilyen hosszú volt az összes cikk, mint ez. De a lényeg, a legalján fog titeket fogadni az igazi élmény, hiszen valaki rögzítette véletlenül, vagy egy kínfelejtett indexel, de nem az újsággal, hanem a kocsiféle indexel, hogy végig hajt ezen az úton. Be fogjuk ide tenni, de mielőtt betenném, Combi, mi ez a zenei élmény, amit nyújt a zenélő út neked? Meg benned ezt az összetartozást, mert ugye bennem ez a dallam, ez sok mindent elindít. Benned ez a zenélő út verziója, amit indítottál? Hát először is, aki ezt a felvételt készítette, most így, hogy majd a vágás varázslatos trükkei után megtapasztalhatjátok ti is, hogy miről beszélek. Fú, hát nem tudom, hogy van ez megoldva, meg biztos, hogy ennek technikai korlátai vannak, de olyan a hangzása, egyrészt aki felvette a videót, nem tudom mit csinált, vagy a vészjelzőt hagyta bekapcsolva, vagy az valamelyik index irányzékát, de folyamatosan kattog a kibaszott index, nem hallod normálisan, alapból érted, ez a, alapból ott van a motorzaj, mert műszerfalról lett felvéve az egész, ott van az a tompa zúgás. Tehát minden, amit csak el lehet baszni a hangfelvétel kapcsán, az sikerült tényleg. Tehát így alig hallod a zenét, és aztán így nagy nehezen az egész zajból így kihámozod, és így olyan érzés amúgy, mint hogyha ezt a himnuszt, mert bizonyos szempontból azzá vált, sőt, szerintem tagadhatatlan himnuszá vált, mintha a Kraftwerknek a 60-as évekbeli mély torzító múgpadján adják elő, és így gyakorlatilag ez egy olyan fajta audiovizuális terror volt így ebben a formában. Audiovizuális terror. Én nagyon szeretem ezt a számot. De várjál, Combikám. A videó maga borzasztó. Combikám.
Azért van olyan, amikor hozzám is megérkezik egy-egy ember egy-egy művel, és nagyon nehezen ismerem fel a dalt, és megkérdezik, jó volt-e? Hát mondtam, nem ismerem, lehet az eredeti ilyen. Tehát nem árul zsákba macskát az útvonal, mert előre kiírja, hogy mit kell meghallani. Jó, és akkor így fel tudod ismerni. Mert ha nem adnánk hozzá nektek itinert, hanem ilyen, tudod, ilyen szolfés felvételi egyesért ismert fel a dalt, nem a hangközöket a dalt, így ezt lejátszanám a felvételizőnek, így mondanám, hogy jó, én fölmondok, nem tudom. Igen, itt ezért tényleg ilyen szabad a gazda végeredménye lenne, mert én nagyon-nagyon nehezen ismertem fel. Biztos, hogy másabb az élmény, hogyha élőben személyesen gurulsz rajta végig, és nem nyomod be közben a víz, az elakadás jelző, rosszul mondtam amúgy. De érted, már maga az, hogy ez az elakadás jelzővel valaki ott halad, és ön mit csinál, Osvátúr, csak élveztem a zenét. Csak ja, a szabad. De ön visszafelé megy az ismerős arcokon. Ja, de így se rossz a dallama. Így se rossz, tudod, De ebben a cikkben írnak róla, hogy ez tudományosan mennyire összetett meg, mennyivel kell rajta menni. Az amúgy mérnöki munka, bassza meg, érted? Hát itt ki van centízve, milliméter, nanomilliméterezve, tehát azért nem akarom ezt a részt kritizálni, mert amúgy adjuk már, lapát is kiesik a kezembe. De amúgy ahogy olvastam, ez a cikk, ami tényleg koronázatlan király, a folyamatos ismételgetett bullshitnek. A helyettes államtitkár elmondja ugyanazt, a környék országgyűlési képviselője elmondja ugyanazt. És az a vicces, érted, hogy így megadják amúgy a kontextust is, mert amúgy ez egy szimbolikus dolog, ugyanis ez a 21-es út egy nagyon fontos folyosó, a Felvidék és az M3-as autópálya között. Alapvetően hogy éles kulturálisan ez a szám úgy lett egy ilyen egyfajta modern nemzeti himnusz, hogy a Dunaszerdahelyi futballcsapat szurkolóinak, ami az egyik legnagyobb felvidéki magyar lakta, vagyis a Szlovákiában, a megfelelő aláhúzandó, szerintem Felvidék, mindegy. Ott nem tudom követni, de nekik, legyen így. Nekik ez a csapat himnuszává vált ez a szám, és ott azért ott súlya van, és ezért is volt az, hogy mint ez az erős szimbólum így átkerült. Hát, hogyha ezt a súlyt akarták hozban érzékeltetni a cikkel, az sikerült. Hát, mondom, ez a része jó, csak az a vicces, hogy így végigolvastam, és egy helyen nem említik meg, hogy ez mennyiből készült, érted? Tehát nagyon jó, nagyon szuper, de azt nem tudjuk meg, hogy ez egy filléről nem tesz senki említés. Hogy de a végeredmény, ne haragudj, a végeredmény magáért beszél, mert az élmény szerintem übereli, mert annyira jó, hogy azt mondod, hogy tök mindegy, ez mennyi pénzembe került, végre van ilyenem. Mobiltelefonnal a Mozart, tehát mint a kaputelefonban a Bach. Tényleg ez is méltatlan. Biztos el tudom képzelni, hogy Mozart ott ült a 18. században, és ó, a Führerisztnek a dallama, milyen jó lesz, kaputelefon. Főleg, hogy nem is ő írta, hogy mondta, hogy... Ja, hülye vagyok, műveletlen vagyok, mea culpa, megint ezt meg fogom kapni amúgy a kommentelőt. Semmi probléma nincsen. Mozart azt mondta, török induló, gyere rám. Beethoven. Ó, Istenem. De így még én végezetül, bár nem akartunk róla beszélni, de én azért szeretném, mert engem annyira szórakoztattál privátban, hogy volt ez a magyar petis kis videó, és ez csak ilyen zárásképpen, tudom, hogy nem akartunk róla nagyon beszélni, ahol mondjuk azt, hogy egy mély interjút próbáltak vele készíteni. Ja, igen, a bíróságon. A Mandiner szokásos. Igen. Objektív. Igen. Tehát így gyakorlatilag így végigkergetik, hogy zaklották ott a bíróságon. Én azt bírom, hogy hasonlóan, nem, mint a Gulyás Marci felkészül, megadja a módját, ennek láthattuk egy ilyen zazzásított verzióját, mikor van egy darab kérdésed, és mint a pereces, mint a papagáj, erőszakkal a narratívádat rá akarod valakire erőltetni. Megütötte ön? De most elismeri, hogy megütötte ön? De most tényleg elismeri, hogy megütötte ön? Megütötte, vagy nem ütötte meg? Nekem tudod, hogy azért vannak valamilyen szinten fenntartásaim a Magyar Péter jelenségnek a kapcsán, de hogy ehhez kell egy mérhetetlen önuralom, hogy amikor ennyire a pofádba másznak, és akkor ezt úgy próbáld meg lekezelni, ez tényleg kimeríti ezt a nettó propagandát, nem? Hát hogyne, hát figyelj, ez gyakorlatilag... Mindegyik ellenfelükkel ezt csinálták, addig-addig küldték rájuk a különböző média munkásait, vagy média szereplőiket. Hát nézd meg a Vona Gábort, hogy karaktergyilkolták már, lebuzizták, a családja után mentek már,
Érted, Terry Blacket vetették be, hogy érted, igen, velem volt. Az azért az nehéz tüzérség, nem? Tehát, hogy ez MZP-t is néz meg, ráadásul úgy, hogy jó, hogy még ott szolgáltatta is az alapanyagot. Ez a, igen, hogyha NATO azt mondja, küldünk katonákat, ú, bazd meg, de tényleg, tehát ez a, hogy mondta, Robi mondta ezt, hogy ez a picit ittas nagybátyád magyarázza a vasárnapi asztalnál az ideológiai fasságait, ez egy kicsit, tehát így, erre azért vigyázni kell. Amúgy érdekesség, hogy ez a per az öt kertben történt eset kapcsán, és annak kapcsolódóan írt a Mandiner számolt be erről az esetről, és gyakorlatilag megnyerte amúgy a sajtópert, mert helyreigazítást kell majd kitenniük, hogy nem, Magyar Péter nem zaklatott nőket az öt kertben, és nem tett visszautasítanatlan ajánlatokat. De én hallottam valami. Plusz 2000 eurós perköltséget kell fizetniük, és ez volt a 30. sajtópert, amit a magyar megnyert. Amit megnyert. De nekem volt valami olyan magyarázat, hogy volt itt valami tangó említése? Tehát, hogy volt valami ilyen magyarázat? Igen, én mondta azt, hogy azok a táncmozdulatok még tényleg hülyén. Amúgy tényleg, hogy be hogy én azért mondtam, tango. Hogy én azért ezeket minden tiszteletem ellenére azért ezt megnézném egy ilyen versenytánc közben, ahogy ezzel Magyar Péter elindul. Érdekelne, hogy mennyi pontot ér ez a tango, hogy úgy mondjam, az argentin tango kategóriájában, nem? Tehát, hogy azért azzal nem nyernéd meg a ilyen Balaton táncosa verseny sem. Hát, imádom ezeket, tudod, a Dunakanyar hangja, Balaton táncosa, meg ilyen hülyeségek. A megatáncot tudod, feltámasztjuk újra. Amúgy a tangóra jut eszembe a klasszikus Bud Spencer-es beszélgetés, hogy és na látod, az az egyik legnagyobb bizonyíték, hogy a barátunk mekkora egy bunkó, hogy a szalsza hazájában tangónak hívhatja magát. Igen, nekem is ez jutott eszembe, így, hogy ide, hogy politika, miről, itt mi már miről szól, tangó és cash. Tangó és cash. Gyere rám készpénz, gyere rám dollárok. Ha már a pénznél tartunk. A lényeg. Mert a Koldulás magas iskolájában kell részt vennetek, hiszen... Szári Koldus örül a kopejkának. Mert szerintem itt mindenki jól szórakozott, vagy hogyha nem, az se érdekel, mert ez az én szemétdombom. Kicsit úgy érzem itt magam, mint a John Wick filmben a Lawrence Fishburne karaktere, ahogy a szeméttárolóban kialakította a maga brigádját csövesekből, leselejtezett arcokból. Hát én is így nyomom. Összegerebjézem, tehát összegerebjézem a bandát. Megtisztelsz. Tudom a helyet, most már. Be lettél árazva, de be kell árazni a csatornát, mert fel lehet törni a malacperset, mert van Patreon, és hogyha ennyire tetszik nektek a basic, már amennyire, tudod, ez földbe áll, én itt meg itt hőzöngök 400 klikre, imádom. Tervezzük Combival, hogy még ilyen kicsit spontánabb, kiegészítő tartalmakkal majd a Patreont feldobnánk, úgyhogy azért a komment szekcióba, hogyha akarnátok, hogy még legyen basic, az be kéne írni, és hogyha szeretnétek extra Patreon olyat, ami mondjuk ide durva lenne, mint amit nem akartunk a modell feldarabolása. Mert... Igen, a Beningengi gyilkosság kapcsán azt kicsit erősnek éreztük. Igen, úgy éreztük. Csak a monetizáció miatt. Igen, mert nem akkor, az, hogy erős. Ha erre nem fizettek, legalább a YouTube fizessen. Kicsit olyan mondjuk ilyen részletekbe menősebben, hogyha szimpatikus, akkor lehet, hogy egy ilyen exkluzívval majd megkínálnánk a Patreon, de egyenlőre a fő csatornát kell felépíteni, és hát ahhoz a legjobb, amit tehettek, az a felriadkozás, mert mi így hívjuk, fel kell riadni a csatornára. Úgyhogy igazából ez lett volna a basic, benned maradt még valami, amit mondanál, vagy reagálnál az előző adásra? Én igazából csak nagyon azt tudom mondani röviden, amit az elején is elmondtam, hogy függetlenül attól, hogy most persze azért örömmel pénzbeszél kutyatáncol jelenben. Macskatáncol. De a cicaja. Ettől függetlenül nagyon hálásak vagyunk azért, hogy elérhettük ezt, ugyanis azért nélkületek nem sikerült volna. Én abszolút örülök neki, és abszolút megtisztelt, hogy ennyi ember kíváncsi volt a fasságainkra. Remélhetőleg még lesznek, nem? Tehát, hogy kíváncsi vagyok, hogy mit tud menni a maga jogán. Most nincs akkora felhajtó erő benne, nem? Tehát azért be se atya azért... Így kell nézni. Én egyrészt, ahogy te is mondtad már korábban, hogy a legfontosabb az, hogy első körben az, hogy élvezzük, amit csinálunk. Az megvan.
És utána, hogyha ez másnak is tetszeni fog, akkor majd látjuk, majd lehet babért alatni, de először... Jó, de nekem ebben az adásban... Legyen babér, amit learat az ember, úgy vagyok vele. Igen, hát ez itt már nem babérra megy itt a játék, nem de nekem itt ez a sors katona, nekem azért ehhez meg az... Nem bírtam a Charizardnak ellenállni. Szarok az aranyrögökre. Na jó, még fogunk jönni topkulttal, meg mindennel. Köszönjük szépen a figyelmet. Sziasztok! Sziasztok!